Az összesen 17 darab mozgatható objektívvel rendelkező és vandálbiztos kamera került kihelyezésre Gesztely főutcáján, közintézményeinél, a temetőnél, valamint a forgalmasabb kereszteződésekben és utcákban. A közeli képek készítésére is alkalmas optika lehetőséget biztosít a környék pásztázására. A kamerák felvételeit a törvényi szabályozásnak megfelelően egy központban az adatvédelmi szabályoknak megfelelően rögzítik. A képeket figyelemmel kísérik, így jogsértés észlelésekor az elkövetők könnyebben azonosíthatók és elfoghatók. A rendszer a bűnmegelőzés hatékonyságát szolgálja, a kamerák felszerelését a helyi lakosok szorgalmazták. Projekt során Gesztely község közigazgatási területén közbiztonság növelését szolgáló beruházásra került sor. Határidőt tartani tudtuk, megtörtént az átadása a térfigyelő kameráknak. A beruházás összköltsége mintegy 10,5 millió forintra rúgott. Ennek során 15 darab IP kamera, 3 darab Speed Dome kamera került felszerelésre. Ezeket az eszközöket a településre bejövő utak megfigyelésére szerelték föl elsősorban, valamint a parkok, játszóterek és közintézmények megfigyelését végzik ezek a kamerák. Hová lettek elhelyezve pontosan, illetve mit jelent majd ez a községnek, hogy felszerelték ezeket a kamerákat? Tehát, ahogy említettem, a közintézmények, tehát az általános iskola, óvoda, gondozási központ, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal bekamerázása történt meg, valamint ugye említettem a parkokat, játszótereket. Ezzel azt szeretnénk megakadályozni, hogy bár igaz, hogy nem jellemző a településre az, hogy a közterek rongálása, a vandalizmus, viszont remélhetőleg ezzel meg tudjuk akadályozni mindezt majd az elkövetkezendő időkben. Valamint szeretnénk kiszűrni azt is, hogy ez a házaló kereskedés valamilyen szinten kordában legyen tartva, vagy aki engedély nélkül próbál ugye árulni a településünkön. Nem biztos, hogy ezzel a célzattal, de ezzel a címszó alatt. Ezért azt szeretnénk, hogyha ezt is valamilyen szinten meg tudnánk akadályozni, elsősorban az idősek védelmében. Milyen a közbiztonság a községben, illetve ez segít-e majd abban esetleg, hogyha valami betörés történik? Én bízom benne, hogy ez segítségünkre lesz. A közbiztonság terén azt mondhatom, hogy jónak mondható településünk közbiztonsága. Ez köszönhető ugye egyrészt a rendőri jelenlétnek is, valamint van egy nagyon jól működő polgárőrségünk, amely minden egyes esetben bármikor hívható. Telefonszámot megkapták a lakosok szórólap formájában. Volt is már rá példa, hogy értesítették a polgárőrséget, ha olyan dolgot tapasztaltak, hogy esetleg szükség van a segítségükre. A település önkormányzatának a fejlesztéshez 10% önerőt kellett biztosítani. A térfigyelő kamerák tovább növelik a községben élők biztonságát, eredményesen segítik a bűnmegelőzést. Az egységes rendszer előnyei közé sorolható a nagyobb lefedettségű megfigyelt terület, a gépjárművek rendszámának felismerése és ellenőrzése a település különböző pontjain.